Az ember természeténél fogva társas lény. Az egyik legalapvetőbb szükségletünk a kapcsolat másokkal. A távíró 19. századi feltalálása mindent megváltoztatott. Azóta az összes kommunikációs újítás ugyanazt a célt szolgálja, közelebb hozni egymáshoz az embereket. Biztosan vannak, akik már hallottak a Facebookról. Rögzítjük az életünk eseményeit, kapcsolatba lépünk másokkal, és az elemi óvatosságot is nélkülözve teszünk közzé mindent az interneten. Nem más ez, mint az ősi vágy modern kielégítése. Tweetelek, posztolok, blogolok, tehát vagyok. A megosztás azonban kockázatokkal jár. Ha nem hiszik, kérdezzék csak az elnököt. Mindenki jól gondolja meg, mit rak ki a Facebookra. Korábban azt hittem, hogy van evolúció, és az emberek tanulnak a hibáikból. Sajnos ez nincs így. Alapvetően ma is barlanglakók vagyunk, csak éppen számítógépet használunk. Neandervölgyiek vagyunk. Akár barlanglakók vagyunk, akár nem, a közösségi média egyetlen képviselője sem olyan népszerű, mint a Facebook. A Facebook tömegek által játszott internetes szerepjáték, amelyben az a cél, hogy az ember gyűjtsön minél több barátot. Aki nincs a Facebookon, nem létezik a neten. Egyszerűen fogalmazva, a közösségi média megváltoztatja az emberi kapcsolatokat, és ez nem megy zökkenőmentesen. Rengeteg személyes információt osztunk meg olyanokkal, akiket nem is ismerünk. A következmények gyakorlatilag kiszámíthatatlanok. Nem véletlenül beszélünk tehát a Facebookos buktatókról. Facebookos buktatók. A Facebookot egyre nagyobb mértékben használják tájékoztatásra közeledő eseményekről. Esküvőkről, összejövetelekről, koncertekről és főleg bulikról van szó. A közelmúltban egy 16 éves német lány a barátait akarta meghívni a születésnapjára, de véletlenül a Facebook összes felhasználójának elküldte a meghívót. Hoppá! Több ezer tini jelent meg, annak ellenére, hogy a család kétségbe esetten próbálta tudatni, hogy a buli elmarad. A Facebook ellátta varázslatos feladatát. Összehozta az embereket. A Facebookról tudok az eseményről. Azt írta, nagy buli lesz. Én már nem jutottam be. A születésnapos Tessa meg sem jelent. Már reggel kénytelen volt a nagyszüleihez menekülni. Egyetlen elhibázott kattintás a Facebookon, egy 16 éves lány tévedése, és örökre Facebookos híresség lett belőle. Minden nap veszélyt hordozó meghívók, fényképek és üzenetek milliói kerülnek fel a Facebook oldalára. Ami pedig a gondolatok megosztását illeti, ebben végképp nem árt az óvatosság. Vilmos és Katalin királyi esküvője 2011 áprilisában. A lehető legünnepélyesebb alkalom. A brit hadsereg ezredeinek életében is jeles alkalom volt. Kivált kép a skót testőrezred életében. Nagy kitüntetés, ha valaki ezen a napon szolgálatban lehet. Az egyik katona, aki nem részesül ebben a privilégiumban, Cameron Riley volt, egyetlen Facebook bejegyzés miatt. A tökéletesen elbaltázott nyilvános véleménynyilvánítás példájaként felfuvalkodott libának nevezte a menyasszonyt, és hozzátette, hogy snob ribanc, és egyébként is ki nem szarja le. A bejegyzés miatt Riley nem lehetett jelen az eseményen, és valószínűleg katonai karrierjét is sikerült megpecsételnie vele. Jó eséllyel visszavonhatatlanul. Paul
Chambers, a 26 éves könyvelő valószínűleg szintén boldogabb lenne, ha megtartotta volna magának a véleményét. Chambers repülőjegyet vett Belfastba, hogy meglátogassa a barátnőjét. A gép egy kis helyi reptérről indult. Az indulás előtt 9 nappal a repteret hóvihar miatt lezárták. Chambers úgy döntött, Twitteren figyelmezteti az üzemeltetőket. A francba. Bezárt a reptér. Egy hetetek van, hogy összekapjátok magatokat, vagy a levegőbe repítem az egész kócerájt. Rossz ötlet volt, Mr. Chambers. Az üzenetet a reptéri biztonsági szolgálat is megkapta, és neki köztudottan nincs sok humorérzékük. Ő lett az első, akit Twitter üzenet miatt állítottak bíróság elé a terrorizmus elleni törvény megsértésének vádjával. Az eljárás kapcsán elbocsátották pénzügyi vezetői állásából. Adott a kérdés, mégis miért írta meg az üzenetet? Clive Thompson szabadúszó újságíró. A szakterülete az internet és az, hogyan változtatja meg azt, ahogy az életünket rögzítjük. Az ember végig gondolja, mit csinált a fickó, és az jut az eszébe, hogy ez hülye. Az igazság viszont az, hogy nem számolt a társadalmi kapcsolatok változásával. Van a világ, ahol ha mondok valamit, csak a barátaim fogják hallani. Ha viszont a neten jelentek ki valamit, az egész világ hallja. Ez az, ami még nem tudatosult. A bíró végül néhány százezer forintnak megfelelő pénzbüntetésre ítélte Chambers-t, és örökre kitiltotta a reptérről. A férfi semmit nem bánt meg, és újabb dühös Twitter üzenetet írt. Köszönöm a koronának, hogy mindent megtett egy egyszerű polgár életének tönkretételéért. Imádom Nagy-Britanniát. A közösségi médiával nem csak az átlagos polgároknak gyűlik meg a baja. A legmagasabb szinteken is akadnak problémák, azoknak a körében, akiktől nagyobb tudatosságot várnánk el. Egyértelmű... Elnök úr! ...hogy a helyzet teljesen más. Bemutatjuk Anthony Weiner kongresszusi képviselőt. Egy életre megtanulhatta, hogy ennek a képnek a közzététele a csomagjáról kapitális hiba volt. Milyen szégyellem a tévedésemet és azt, amit tettem. A képviselő végül lemondásra kényszerült, és mindenki azt kérdezte, mégis mire számított. Az igazság az, hogy a többség egyáltalán nem gondolkodik, mielőtt megír egy tweetet vagy kirak valamit a Facebookra. Ezzel hatalmas kockázatot vállalnak, mert az ember sosem tudhatja, ki a barátja igazából. A békés, angol vidéki táj hatalmas csata helyszíne. Globális háború folyik a bizalmas adatok biztonságáért. A Sophos nevű cég ebből a modern acél- és üvegpalotából nyújt vírusvédelmi szolgáltatást a világ legnagyobb vállalatainak, illetve kormányzati intézményeknek a kibertámadások ellen. Naponta szembesülnek azzal, mi a következménye annak, ha az emberek óvatlanul bánnak személyes adataikkal. Graham Cluley a vállalat egyik tapasztalt szakembere. A feladatai közé tartozik a Facebook ellenőrzése. A többség nem vesz tudomást arról, hogy a Facebook nem jótékonysági intézmény, hanem maximálisan profitorientált vállalat. És nem is ingyenes. Ezt hihetnénk, de valójában az adatainkkal fizetünk a szolgáltatásért. A személyes adataink az árucikkek, amelyekkel a Facebook kereskedik. Mi vagyunk a termék, amelyet eladnak. A termék a felhasználó. Születési dátumával, azokkal a dolgokkal, amelyeket kedvel, az e-mail címével, az érdeklődési körével és a hobbiaival együtt. A Sophos tapasztalatai szerint az emberek vészesen könnyelműen bánnak a személyes adataikkal. Ennek demonstrálására elvégeztek egy kísérletet. Létrehoztak egy Facebook fiókot egy kis zöld békának, és a béka nevében ismerősnek jelöltek 200 embert. Nagyjából a felük lelkesen megosztotta az összes személyes adatát Freddyvel, a békával. A nevüket, a barátaik listáját, a tanulmányaikkal kapcsolatos információikat. A lista végtelen. Az általános probléma az, hogy a személyes adatokat nem véletlenül tekintjük személyesnek. Ha pedig kikerülnek az internetre, már nem lehet eltüntetni őket.
örökre és visszavonhatatlanul fent maradnak, ami azt jelenti, hogy később el is lehet lopni őket. Gyakori jelenség, hogy hackerek és internetes csalók lopják el az emberek adatait. A visszaélések egyre gyakrabban érintik a közösségi médiát. Az emberi történelemben régóta ismert jelenség, hogy az új technológiákat elsők között a bűnözők használják ki. Új módszert jelentenek arra, hogy közel férkőzzenek hozzánk és átejtsenek minket. Végignézhettük, hogyan játszódik le a dolog az e-maillel, most pedig a Facebookon van a sor. Brian Rutberg pontosan tudja, mi az az internetes csalás. Évekig volt a Microsoft kommunikációs igazgatója. 2009-ben egy profi hacker vette át az irányítást a Facebook oldala felett. A lányom a házi feladatát írta a kanapén. Amikor végzett, ránézett a Facebookra, és azt látta, hogy a státuszom azt írja, Brian Rutbergnek sürgő segítségre van szüksége. Apa! Oda kiabált, hogy minden rendben van. Igen, persze, minden rendben. Valójában persze semmi sem volt rendben. A hacker kapcsolatba lépett Rutberg összes barátjával. Azt írta nekik, hogy nagy bajban van. Kiraboltak Londonban, és itt állunk pénz nélkül, Sharonnal és a gyerekekkel. Természetesen tudták a feleségem nevét, hiszen az ismerősöm a Facebookon, és láthatták a képeimen is. Kellemetlen volt, mert tudtam, hogy az illető fel fogja venni a kapcsolatot a barátaimmal, és be fogja csapni őket. A hacker Rutberg oldalán kitartónak bizonyult, és hamarosan akadt is valaki, aki hajlandó volt segíteni bajba jutott ismerősén. Az áldozat Rutberg régi barátja, Benny lett. Végül 1200 dollárt küldött a Western Union rendszerén keresztül két részletben, és Nagy-Britanniában fel is vette valaki az összeget a nevemben. Ezt a trükköt már első Erzsébet uralkodásának korában is alkalmazták. Akkoriban azzal csalták ki a pénzt, hogy spanyol börtönökben raboskodó angolok kiszabadításához van szükség rá. A spanyol fogoly trükk néven ismerték, és 400 évvel később ismét feltámadt a Facebook csúcs technológiás környezetében. A Facebook egyértelműen az internetes bűnözés új melegágya. Sehol sincs annyi átverés, csalás, kéretlen reklám és rosszindulatú program, mint a Facebookon. Ha valaki arra kíváncsi, melyik az internet legfertőzöttebb zuga a bűnözés szempontjából, nos, most a Facebook az. Panaszomra a Facebook azt a választ adta, hogy ilyesmi csak a felhasználók 1%-ával történik. Csak hogyha belegondolunk, akkoriban 250 millió felhasználójuk volt, ami azt jelenti, hogy 2,5 millió embert érint a dolog. Ez rengeteg ember, akinek ellopták a jelszavát, és ott vannak az ismerőseik is, akiket be akarnak csapni. Sokan még mindig nem értik, mennyire nyilvános a Facebook. Zárt körnek tűnik, de valójában teljesen nyitott. Sokan azt sem tudják, hogy a profiljukat bárki láthatja. A Google találatok között is megjelenik. Ez azt jelenti, hogy azt, amit felraknak az oldalukra, nem csak a barátaik láthatják, hanem az egész világ. Lockport kisváros New York államban. Ahogy a kisvárosokban megszokott, itt is mindenki ismer mindenkit, a rendőrség pedig a jól bevált módszereket alkalmazza. Ám az utóbbi időkben Richard Podgers százados boldogan használja ki azt, hogy rengeteg ember gondolkodás nélkül osztja meg a személyes adatait a Facebookon. Kevesen tudják, mennyire támaszkodik a rendőrség az internetre. Ha valaki nem óvatos, gyorsan elkapjuk. A következő történet egy olyan bűnözőről szól, akit a Facebook segítségével fogtak el. Mr. Krigo gyűlöli a fennálló rendet. Nagy darab, nagyon izmos és rendkívül erős ember. 2009-ben Christopher Krigo súlyos testi sértést követett el egy lockporti bárban. Krigót az dühítette fel, hogy mással látta a volt barátnőjét. Verekedés kezdődött.
Mr. Krigo egyrészt ököllel verte az áldozatot, másrészt egy veszélyes tárgyal, sörös üveggel vagy korsóval is bántalmazta. Az áldozat komoly szemsérülést szenvedett. New York államban a felfegyverkezve elkövetett testi sértés súlyos bűncselekménynek számít. Krigót letartóztatták és vád alá helyezték. Bűnösnek vallotta magát, de az ítélethozatal elől megszökve elhagyta a várost. Felkutatásának feladata Richard Podgerre várt. Krigó fent volt a Facebookon, és bejegyzésekben gúnyolta a rendőrséget és az áldozatát. Ha nem megyek vissza New Yorkba, semmit sem tudnak kezdeni, kapják be. A barátai ilyesmiket írtak. Jó képek, Chris, vicces, mindenki téged akar. Basszus, Chris, micsoda? Király vagy! Krigo annyira bízott abban, hogy sosem kapják el, hogy gondolkodás nélkül rakott fel mindent a Facebookra. Megtudtuk, hogy tetoválóként dolgozik az indiánai Terhódban. A bejegyzésben a munkahelye nevét is megadta. Az interneten felkutattam a pontos címet és telefonszámot. Felhívtam őket, és megtudakoltam, mikor dolgozik Mr. Krigo. Így meglett a pontos munkabeosztása. A Facebookos hetvenkedés vége az lett, hogy letartóztatták és visszatoloncolták New Yorkba ítélethozatalra. Ha Mr. Krigo nem működött volna együtt velünk azzal, hogy készségesen megadta a munkahelyét és a várost, ahol dolgozik, azt hiszem, alig ha bukkantunk volna a nyomára. Ha találkoznék vele, biztosan megköszönném neki a segítséget. Washington egyik csendes kertvárosi negyedében vagyunk. Itt lakik Mark Fisher, újságszerkesztő, és fia Aaron. Mindketten Facebook felhasználók, és természetesen ismerősök is. Nemrég a saját otthonukban tapasztalhatták meg, milyen különös tud lenni a Facebook szép új világa. Egy péntek délután kezdődött a dolog. Valaki betört a házukba a hátsó ajtón át. A tolvaj átkutatta a házat, és mindent elvitt, amit értékesnek talált. Többek között némi készpénzt és Aaron laptopját. Egy új téli kabátot is elvitt, amelyet nem sokkal korábban szállítottak ki. Aaron hamarosan hazaért az iskolából. Észrevette, hogy több dolog is hiányzik, és e-mailt küldött a szüleinek. Kaptunk egy segítséget kérő e-mailt a fiunktól. A szülők azonnal kihívták a rendőrséget, és nem sokkal előttük érkeztek a házhoz. A rendőrök azonnal kiküldtek minket, hogy megnézzék, nincs-e valaki még mindig odabent. Eddig rutinbetörésnek tűnt az eset, ám nem várt fordulat következett. SMS-t kaptam az egyik barátomtól, aki azt kérdezte, mi ez a kép a Facebook oldalamon. Felrohantam az édesapám számítógépéhez, bejelentkeztem a fiókomba, és valóban ott volt egy érdekes fénykép. Mielőtt elhagyta volna a házat Aaron laptopjával, a tolvaj lefényképezte magát a gép kamerájával. Sőt, ezután fel is töltötte a képet Aaron Facebook oldalára. Azonnal felhívtam a rendőröket a dolgozószobámba, megmutattam nekik a képet a számítógépen, és mondtam, hogy ő az emberük. Nagy kabátban van, a kamerába vigyorog, az egyik kezében a pénz, a másikkal a pénzre mutat. A rendőr döbbenten bámulta a képet, és azt mondta, nem is hiszem el, mennyire ostoba ez a fickó. Ugyanis a betörő nem csak használta Aaron Facebook fiókját, de utána kijelentkezett belőle, és bejelentkezett a saját fiókjába, ugyanazon a lopott számítógépen. A Facebook fiók alapján a rendőrök lenyomozták a 19 éves Rodney Kinget, letartóztatták, vád alá helyezték és elítélték. Jelenleg börtönben van, arról, hogy még mindig Facebook felhasználó-e, nincs adatunk. Általános emberi tulajdonság, hogy igen gyakran nem tudjuk eldönteni, ostobaság-e, amit csinálunk, vagy nem.
Vagy azt, hogy nem tartjuk-e butaságnak egy év múlva azt, amit most menőnek érzünk. Ez főleg a fiatalokra igaz. A személyiség gyorsan változik. 19 évesen teljesen mások vagyunk, mint 2 évvel később. A Facebookkal az a baj, hogy lehet, hogy felrakunk valamit, ami viccesnek tűnik. Aztán eltelik 2 év, és a jövendőbeli főnökünk azzal az ostobasággal szembesül a neten, ami már évek óta ott van, bár a jelentkező sokkal érettebb és bölcsebb lett. Tökéletes példát jelentenek erre az Észak-amerikai Jéghoki Liga egyik döntő meccse után a British-Columbiai Vancouverben lejátszódott zavargások. Emberek százai pózoltak a rombolás után, és a képek és videók nagy része a Facebookra és a YouTube-ra került. Mintha az egész a képek miatt történt volna, a következményekkel senki sem törődött. Minden ott és akkor történt, és semmi másra nem volt hatással, csak hogy a közösségi média világa egyáltalán nem így működik. Dr. Mark Federman azt kutatja, hogyan változtatja meg az emberi kapcsolatokat az új média. A világ már egyáltalán nem olyan, mint az, amelyben a többségünk felnőtt. Az emberek helytelennek tűnő dolgokat tesznek. A régi szabályok többé már nem érvényesek, és a többség teljesen össze van zavarodva, mert annyira mélyreható változások zajlanak le a társadalomban, amilyenekhez foghatóakat a 16. század közepe óta nem is láttunk. A vancouveri délután eseményeiről számtalan anyag került fel a világhálóra néhány percen vagy órán belül, és az a helyzet, hogy ami egyszer felkerül, örökre elérhető is marad. Mindenki össze van kötve mindenkivel, és tudatosítanunk kell magunkban, hogy a tetteinkkel hatással vagyunk egymásra. Olyan emberek életére is, akik a világ másik felén laknak. Fontos felismernünk, hogy az, amit itt teszünk, mindig hatással van azokra is, akik ott élnek. Ugyanis az ott nem létezik, csak az itt van. Az interneten minden ittnek és mostnak számít. Örökre. A zavargásokat követően elindult egy Facebook oldal, amelynek a célja a résztvevők azonosítása a képek alapján, a megnevezésük és a nyilvános megszégyenítésük. Egyesek virtuális lincselésnek nevezték a kezdeményezést, egy dolog azonban biztos, olyanok képei kerültek fel rá, akik nem gondoltak bele, hogy felkerülnek a világ bármely pontjáról elérhető szégyenfalra. Ha valaki mond vagy csinál valamit, azok, akik a közelében vannak, tudni fognak róla, de más nem. Legalábbis az esetek többségében. Ha viszont a Facebookon mondunk vagy csinálunk valamit, nem csak a barátaink fognak tudni róla, hanem például azok az ismerőseink is, akiket 2 éve jelöltünk vissza, de igazából nem is beszélünk velük. Ráadásul a hozzászólásunkat meg is oszthatják, és így idegenekhez is eljuthat. A többség ezt egyáltalán nem veszi figyelembe. A képek pedig félrevezetőek lehetnek. Ki vett részt a zavargásokban? Ki nem? Könnyen lehet, hogy a Facebookra felkerült bejegyzések nem is a valóságot tükrözik. Cowansville kisváros, amely egy óra autóútra található a quebeci Montrealtól. A város igazi Dávid és Góliát összecsapás helyszíne. Natalie Blanchard és ügyvédje Tom Levin Észak-Amerika egyik legnagyobb biztosító társaságával pereskedik a helyi bíróságon. 2009-ben Natalie-nál súlyos depressziót diagnosztizáltak. A kezelés és a felépülés költségeit a munkáltatója biztosító társasága a Menu Life fedezte. Az orvosom azt tanácsolta, hogy járjak el otthonról. Találkozzak a barátaimmal, járjak étterembe, szórakozni. Fontos, hogy ne zárkozzak be otthon.
A kezelés részeként az orvos azt is javasolta Natalie-nak, hogy utazzon. Ezért aztán az édesanyjával Floridába ment vakációzni, és a nyaralásról a Facebook oldalára is feltöltött néhány képet. A képek valahogy eljutottak a Menulife-hoz, amely indoklás nélkül azonnal beszüntette Natalie járandóságának folyósítását. Az ügy nem arról szól, hogy felhasználhatják-e azt, ami a Facebookon található, hanem arról, hogy hogyan használják. Ez a vita tárgya. Tévesen értelmezték azt, amit láttak. Tegyük fel, hogy adott valaki, akinél súlyos depressziót diagnosztizáltak, ami alattomos és nagyon komoly betegség. Az illetőt a családja nyaralni viszi, hát ha segít a környezetváltozás, és a nyaralásról felkerül néhány kép az internetre. Ha a biztosítótársaság ebből azt a következtetést vonja le, hogy a beteg csalást követett el és meg kell vonnia a járandóságát, ez a következtetés alapjaiban elhibázott. A képekkel pusztán csak a depressziómat akartam elrejteni. Nem gondoltam bele abba, hogy ki fogja látni őket. Annyit akartam elérni, hogy az ismerőseim azt higgyék, jól vagyok. Natalie elvesztette a hitelképességét, és emiatt végül a házát is. Mindenki ismeri a régi sztorit a fickóról, aki elvileg súlyos beteg volt, el volt törve a gerince, vagy valami ilyesmi. Mégis kiment füvet nyírni. Egy magánnyomozó pedig elbújt a bokrok között, és onnan fényképezte le. Ma már nincs ilyen. Itt van helyette a Facebook, amely ugyanezt tudja, csak sokkal hatékonyabb eszközt ad a biztosítók kezébe. Senki sem vizsgálhat felül orvosi diagnózist. Nem végezhet pszichológiai vagy pszichiátriai állapot felmérést, néhány a kontextusból kiragadott, a Facebookra feltöltött kép alapján. Natalie ügye hamarosan bíróság elé kerül. Az esetet szó szerint a világ minden pontján kiemelt érdeklődéssel követik a biztosítók nyomozói, a jogvédők és a munkajogászok. British Columbia, Kanada nyugati partvidékén híres heves politikai küzdelmeiről. Az egyik csatatér Vancouver belvárosa. A körzetet 2009-ben a liberális párt uralta. Baloldali kihívója az Új Demokrata Párt egy új, a politikában tapasztalatlan jelölttel próbálta elhódítani a körzetet. A szokatlanul fiatal Ray Lemet indították, aki készen állt új módszerek bevetésére. Úgy döntöttem, a Facebookban és a Twitterben rejlő lehetőségeket is ki fogom használni. A Facebook valóban szerepet játszott Ray kampányában, de nem úgy, ahogyan tervezte. Ígéretes politikai karrierje szinte alig kezdődött el, és már is véget ért. Az ok? Néhány régi Facebookos fotó, amelyeket előástak és közzétettek liberális ellenfelei. Középiskolai fényképekről volt szó. A saját kontextusukban meglehetősen ártatlan fényképekről, amelyeket azonban sokkal súlyosabbnak állítottak be a kampány során. Az egyiken egy barátommal táncolok, és a mellére helyezem a kezem. Egy másikon pedig két barátom nézi az alsó neműmet. Az évekkel korábban készült, nagyjából feledésbe merült képek a Facebook egyik félreeső zugában maradtak meg. A hírek már nem a pártunk politikai döntéseiről vagy programjáról szóltak, hanem a Facebookos fotókról. A képek a körültekintés hiányáról árulkodtak. Ez a korának tudható be, de ha valaki politikai pályára lép, erre is gondolnia kell. Ray úgy döntött, visszalép a jelöltségtől. A politikai karrierjét néhány középiskolai fénykép tette tönkre. Ray egyáltalán nem érzi igazságosnak azt, ami történt. A korábbi generációk esetében a fiatalkori kilengések gyorsan feledésbe merültek, a Facebook korában viszont a felejtés sokkal nehezebben megy. A régi ostoba fénykép örökre fent marad, változatlanul. Jogos tehát a félelem, hogy többé nincs felejtés, és ez nehezebbé teszi azt, hogy túllépjünk a múlt hibáin. A középiskola elvégzése után keményen dolgoztam az egyetemen. Sokat tettem a közösségért. Ennek többet kellene nyomni alatba, mint annak, ami a középiskolában történt.
Ray esete fontos kérdést vet fel. Vajon ki lesz a jövőben elég makulátlan a politikai pályához? A Facebookos botrányba került politikusok néha nem hagyják magukat. A dubliniak mindig is komolyan vették a politikát és élvezték a kőkemény küzdelmet. A harcba a 25 éves Emma Kiernan is be akart szállni. Emma egy kisvárosból, Newbridge-ből származott, és 2009-ben önkormányzati képviselőjelölt lett. A vetélytársai jóval idősebbek voltak, jóval konzervatívabbak, és többségükben férfiak. Nem a sztereotípiákkal akartam szembeszállni, vagy a női-férfi konfliktusban elmondani a véleményemet. Ez az, ami érdekel. A kampány közben aztán Emmára akkora figyelem irányult, amire egyáltalán nem számított. Az ok egy váratlanul előkerült Facebookos fotó. A kép olyan hajnali 2 körül készülhetett, és egész este jól éreztük magunkat. Aztán megszólalt az egyik kedvenc számunk, mi pedig elkezdtünk táncolni. Az eredmény kicsit kínos lett. Ezt én is aláírom. A fotó hamarosan címoldalakra került. Komoly vita bontakozott ki, mivel néhányan természetesen botrányosnak találták a képet. Engem nem zavar a kép. Szép emlék egy kellemes estéről, semmi több, szóval nem bánom, hogy felkerült az internetre. Az viszont nagyon is zavar, ahogy egyesek bánnak velem, miután látták. Ez az, amivel gondom van. A felháborodott és visszalépést követelő hangok ellenére Emma úgy döntött, nem adja fel a választási küzdelmet. Tudják, mit mondtam? Ez vagyok, felvállalom önmagamat. Annyi munkát fektettem ebbe a kampányba, hogy most már nem vagyok hajlandó feladni. Folytatom, nem lépek vissza. Legalább kiderül, tényleg kedvelnek-e az emberek. Képzeljük csak el, hogy 20 vagy 30 év múlva az összes vezető politikus minden egyetemi kilengése, az összes vadbulin készült képe fent lesz a Facebookon, és a bulvárlapok újságírói szabadon csemegészhetnek majd. Ráadásul ezért nem csak a hírességek aggódhatnak. Az átlagember is belefuthat abba, hogy a régi képek gondot okoznak a munkahelyen, a párkapcsolatban, vagy egyszerűen csak kínosnak bizonyulhatnak. Emma Kiernan szabad elvű hozzáállása egyértelműen szimpatikus volt a fiatal választóknak. Még Facebook csoportot is létrehoztak a támogatására. Az eredmény? Emmát végül is megválasztották. A kampányban döntő szerepet játszott a Facebook, és egyértelmű üzenetet küldött. Azt hiszem, kicsit naívan álltam hozzá a Facebookhoz. Ha a politikai pályára lép az ember, alaposan meg kell gondolnia, hogyan használja. Az emberek biztosan megnézik, mi van fent, és ennek alapján hoznak döntést arról, hogy kedvelik-e az embert vagy sem. Egy másik eset, amelyben kulcs szerepet játszott néhány kép, 2009-ben a Bahamákon történt. Képzeljék el, hogy nyaralnak. Az élet kellemes, minden adott egy ideális grillezéshez, és a koktélok is tökéletesek. Bemutatjuk a 24 éves indiánai Alexander Rustot. Mindene a grillezés, és pontosan emiatt került bajba. A barátnőjével elkaptak, lemészároltak, és megsütöttek egy iguánát. Egy veszélyeztetett faj képviselőjét, ahogy kiderült. Ahogy az a nyaraláson szokás, a képeket felrakták a Facebookra, beleértve az illegális grillezés képét is. Legnagyobb meglepetésükre letartóztatták, bíróság elé állították és megbírságolták őket az állatvédelmi törvények megsértéséért. Ki számított volna erre a Facebook kora előtt? És ki gondolta volna, hogy gond lehet egy adománygyűjtő autómosásból? Egy dél-karolinai kisvárosban pontosan ez történt. Egy szolgálatban lévő rendőr megállt, hogy lemosassa a kocsiját a bikinis lányokkal. Valaki képeket készített az esetről, és a képek felkerültek a Facebookra. A helyi rendőrfőnök nem volt elragadtatva.
Azt mondta, a rendőr megszegte a járművek használatára vonatkozó előírásokat, és hogy az eset rossz fényt vet a rendőrségre. A vétkes járőrt elbocsátották. A forgatókönyv mindig ugyanaz. Valaki feltölt egy képet, és valaki bajba kerül. Ha ennyi gond van a Facebook bejegyzésekkel, talán arra is akad példa, hogy az oldal jobbá tette egy család életét. Természetesen igen. Mivel a felhasználók száma 3/4 milliárd, a Facebook váratlan családi kapcsolatokra is fényderített. A kanadai Regina csendes kisvárosában, ebben a házban él valaki, aki egész életében egyetlen, alapvető kérdéssel küzdött. Sosem állt mögöttem az apám. Nem ismertem az édesapámat. Jim Toth tanár, művész, világutazó és egykori mágus. A szülei kisgyerekkorában váltak el, így aztán nem emlékezhetett az édesapjára. Bár volt mostoha apja, a vér szerinti apja kiléte évtizedekig családi titok maradt. Végeztettem családfakutatást, kutattam a Saskatchewani levéltárban, még a mormonokhoz is elmentem, hogy megtudjak valamit. Eredménytelenül. A felső sarokban kell keresni. Jól van. Aztán egy napon az unokája, Janelle, mutatott neki valami újat a számítógépen. Próbáld azt, hogy Joseph. Beírta, amit kellett, és feljött a Facebook. Megkérdeztem, hogy ezen rá lehet keresni emberekre? Igen, válaszolta. Jó, akkor segíts nekem, légy szíves. Most írd be azt, hogy porkoláb. Hirtelen ott volt a porkoláb név, és egy ember aprócska képe. Meg voltam lepve. Erre igazán nem számítottam. Ez volt az első nyom olyan hosszú idő után. Később kiderült, hogy a férfi a képen a félunokaöcsém. És ő volt az, akinek a révén később eljutottam a féltestvéremhez. Szóval döbbenetesen váratlan volt az egész. Majdnem 50 év kutatás eredmény nélkül, és a Facebook pár perc alatt megoldotta a rejtélyt. Hello, Jim. Nem is tudom, hogy mondjam el. Az édesapád a nagyapám volt. Ez a mondat, ez az üzenet adta a kezembe a megoldást egy rejtélyre, amelynek a megoldásán 50 éve dolgoztam. Az édesapád a nagyapám. Sikerült. 50 év kutatás után sikerült, és a megoldást a Facebook nyújtotta. Ezek a kapcsolatfelvételek soha nem jöhettek volna létre a múltban. Ma pedig minden nap akadnak példák rá, és ez örömteli és szívmelengető. Ez az, amiért azok is újra és újra visszatérnek a Facebookhoz, akik szereztek már néhány rossz tapasztalatot. Ezek a varázslatos esetek adnak okot rá. A kapcsolatok nagyon fontosak, és a Facebook az az eszköz, amelyik hozzásegít a kapcsolatok felépítéséhez. Ám legyen, használják önök is. Én ezt tettem, és boldog vagyok, hogy kapcsolatba kerültem a rokonaimmal. Jim nyáron találkozott először az új családtagjaival. A Facebooknak hála megtalálta azt, amit elvesztett. Folyton azt halljuk, hogy a Facebook a kapcsolatteremtésről szól. Lássunk tehát egy szerelmi történetet, amelyik Fort Lauderdale-ben játszódott le. Ismerjünk meg két fiatalt, akikben sok a közös. Talán több is, mint hinnénk. Kelly Hildebrandnek hívnak. Engem hívnak Kelly Hildebrandnek. K. E. L. I. Hildebrand. H. Il. D. B. Ren. D. T. Hány palacsintát kérsz? Kelly Hildebrand és Kelly Hildebrand kapcsolata a Facebookon kezdődött. Az egész azzal kezdődött, hogy egyik este unatkoztam, és rákerestem a nevemre a Facebookon. Beírtam a nevem, és az ő fiókja jött fel. Megláttam a képét, és megdöbbentett, hogy van valaki, akit szintén Kelly Hildebrandnek hívnak. És fiú. Így aztán küldtem neki egy üzenetet. Írt egy üzenetet, hogy szia, mi újság? Ugyanaz a nevük. Aztán nem sokkal később már Florida felé repültem, hogy megismerjem a másik Kelly Hildebrandet.
Persze kiderült, hogy sokkal több közös van bennünk a nevünknél. Mielőtt ideutaztam, azt mondtam az atyának, hogy ha Kelly élőben is ugyanolyan, mint amilyennek a telefonban megismertem, ő lesz életem nagy szerelme. Hamarosan kiderült, hogy tényleg Kelly az igazi Kelly számára. Miután kiderült, hogy biztosan nincs köztük semmiféle rokonság, összeházasodtak. Millió az egyhez az esélye. A milliárdhoz. Két ember, akinek ugyanaz a neve, megismerkednek. 2500 kilométerre laknak egymástól, és aztán minden úgy klappol köztük, ahogy köztünk klappolt. Egyszerűen hihetetlen. Kelly és Kelly valószínűtlen találkozásának története bejárta a világ sajtót. Még a nagy esti talk show-k is foglalkoztak vele. Az ember tudja, hogy híres, amikor Conan O'Brien viccelődik a történetével. Elmesélte a sztorinkat. Igen, elmesélte. Kelly Hildebrandt elveszi Kelly Hildebrandt-et. És mostanában 100 férfi változtatta meg Megan Fox-ra a nevét. Igen, a Facebookon. A kapcsolatteremtés kényszere ösztönös emberi tulajdonság. Egy elcsépelt közhely szerint az idegenek olyan barátok, akikkel még nem találkoztunk. Az összezsugorodott világban ez szívmelengető gondolat. A Facebook előtt esélyem sem lett volna megismerni Kellyt, szóval az oldal tényleg megváltoztatta az életemet. A Facebook adósa vagyok a gyönyörű feleségemért. Ha nem lenne a Facebook, sosem ismertem volna meg a másik Kelly Hildebrandt-et. A Facebook legalább annyira szól a szakításról, mint a szerelemről. Egyesek szerint az oldal legnagyobb húzása a családi állapot menüpont, amely megmutatja, hogy ki szabad és ki nem. Emellett még az is előfordul, hogy a családi drámákban maga a Facebook játssza a főszerepet. A Massachusetts-i Lowell az amerikai ipari forradalom bölcsője. A hőskorban számtalan textilüzem működött a városban, ahol a déli gyapotot dolgozták fel. A gyárak mára bezártak, és Lowell próbál új irányt találni. Itt él Ken Savage, akinek szintén új irányt kellett találnia az életben, a Facebooknak köszönhetően. A volt feleségem elkezdte használni a Facebookot. Azt hiszem, először csak barátokat keresett, de aztán felvette a kapcsolatot a volt pasiaival. A folytatás nem nagy meglepetés. Kent megcsalta a felesége, ő pedig rajta kapta. Azt hiszem, a Facebook jelentősen felgyorsította a házasságom felbomlását. Megszűnt köztünk a kommunikáció. Nem rám koncentrált, hanem a Facebookra, és ez rádöbbentette arra, hogy vége van a házasságunknak. Kiderült, hogy azt, amit szeretne, sokkal könnyebben megkapja a Facebookon. Mindenki hall ilyen történeteket, és biztosan igazak is. Számos párral esik meg, hogy az egyik beszélgetne a másikkal, de ő a Facebookot bújja. Annyira erős és izgalmas impulzusok jönnek az oldalról, hogy nem tud elszakadni tőle, pedig ott a házastársa, akivel elvileg mégiscsak kommunikálnia kellene. Ken és a felesége szakított. Elmondtam a családomnak, miért költöztem el. A feleségem megcsalt a Facebookon. Nevetve kérdezték, hogy azt meg hogy lehet. A választ keresve Ken saját weboldalt indított. A weboldalam a facebookcheating.com. Ebben a részben azt mondom el... A weboldal kifejezetten népszerű lett. A havi letöltések száma az 50 000-et is eléri. Ken nyilvánvalóan nincs egyedül. Ez a cikk arról szól, hogy a közösségi oldalak növelik a válások számát. Az egyik jogi cég közvéleménykutatása szerint a házassági válságok 20%-a egyértelműen összefügg a Facebookkal. Ken mindent megtapasztalhatott. Tönkrement a házassága, majd új partnerre talált, bármilyen meglepő, a Facebookon. Hogy mi az utolsó csavar? Ken ma már abból az oldalból él, amelyet a Facebookos megcsalásokról indított. Az sem meglepő, hogy a Facebookot sokan használják társkeresésre. A közösségi média nagyon sokak számára egyszerűsíti le a dolgokat.
A Facebook azonban ma már messze nem csak a fiatalok terepe. Bemutatjuk Clive Wurst, a nyugdíjas szénbányász, a 60-as évei elején jár, és lelkes Facebook felhasználó. Az oldal felhasználói között természetesen sok nyugdíjas van, de Clive más. Olyan célra használja a Facebookot, ami ellentétes az alapítók szándékaival, és amit nem néznek jó szemmel. Velszi falusi házában Clive minden nap órákat tölt egyedi Facebookos gyűjteményével. Ő Allison, az egyik a számos nők közül, akikkel randiztam. Brenda, Angela, Jess, Ellie, Omet, Serena, Tracy, Angesa, Jane, Jessica, Mary, Chrissy, Augustia. Oké? Clive nem szokványos értelemben használja az ismerős kifejezést. A Facebook számomra szexoldal. Azért vagyok fent rajta, hogy minél többet szexelhessek. Clive nem virtuális szexről beszél, hanem igaziról. Eddig 6-szor tiltották ki, de mindig újra és újra regisztrál, új neveken. És miért ne tenné? Millió és millió nő van a Facebookon, és a legtöbb elvált vagy szingli. Csak arra várnak, hogy jól érezhessék magukat. Olyannyira, hogy Clive-ból már a média szenzáció lett. A kalandjairól beszámolt a tévé, a rádió és számtalan napilap és magazincikk. Nemzetközi hírnévre tett szert, és a Facebooknak köszönhetően saját bevallása szerint már több mint 350 különböző nővel feküdt le. Amikor regisztráltam a Facebookra, már ők kerestek engem. A nők akartak randevúzni, mert láttak a tévében, és tudták, hogy könyvem is megjelent már. Amikor elkezdtem randizni a Facebookon, még heti 4 vagy 5 nő is megvolt. De ma már idősebb vagyok, így lementem heti 2-re. Kicsit lassítottam. A Facebookot nem teszi boldoggá Clive Wurst tevékenysége, nem áll szándékukban gigantikus szexklubot üzemeltetni. Mit mond Clive? Ő imádja a helyzetet. A közösségi média számtalan különböző módon hozza össze az embereket. A mai fiatalok szinte már el sem tudják képzelni a világot SMS, Twitter és Facebook nélkül. Az életük végén járók viszont azon gondolkodnak, mit hagynak maguk után. Az Ebney Parkban járunk London hatalmas viktoriánus temetőjében. Sok ezren nyugszanak itt, de ma már nem tudhatjuk, hogyan éltek, hogy néztek ki, kik voltak a barátaik, kit szerettek. Elaine Kesket, a londoni egyetem pszichológusa, aki azt tanulmányozza, hogyan gyászoljuk szeretteinket. A viktoriánus korban számos ilyen temetőt hoztak létre, és a koncepció jellemző a korra. Nem csak azt jelzi, hogy a társadalomnak szüksége volt temetkező helyre, hanem azt is, mit gondoltak a halálról. Mit mond el valakiről, az egyedi emberi mi voltunkról, a gránit, a kőfaragások, semmit. A Facebook profil viszont annál többet. Az, ahogy kapcsolatban marad a halottakkal, sokat elárul a társadalmakról. A közösségi média korában élünk. Teljesen logikus, hogy az emberek ennek az eszközeivel emlékezzenek meg a halottaikról. Így épül fel a társadalmunk. Temetésen vagyunk. Wilma Jones-tól vesznek búcsút családtagjai és barátai. Hiányozni fog nekünk, mert mindannyian szerettük. Wilma Facebook felhasználó volt. 2010-ben bekövetkezett halála után az ismerősei üzeneteket kezdtek hagyni az oldalán. Szeretlek, Wilma, és tudom, hogy tárt karokkal fogadtak a mennyben.
mivel ott vagy, öleld meg és csókold meg a családot a nevemben. Ha valaki aktív Facebook felhasználó, rengeteg hozzászólása, megjegyzése van, sok a barátja, sok beszélgetésben van benne. Mindezek alapján rendkívül részletes kép rajzolódik ki arról, ki is volt életében. Ráadásul nem csak róla tudunk meg sokat, hanem a közösségről is, amelyhez tartozott, és amelyet maga mögött hagy a halála után. Jesse? Ő maga volt a szeretet. Ennyit mondhatok Vilmáról. Ennyit szerettem volna mondani róla. Köszönjük, Jesse. Megmutatta nekünk, mi az, ami igazán fontos az életben. Sok ember számára az, hogy továbbra is beszélnek valakihez a Facebookon, a lehető legélőbb kapcsolatnak érződik. Olyan, mintha a másik még mindig hallaná őket, és ennek az erejét nem szabad lebecsülni. Nagynéni, nagyon fura, de nagyon jó érzés, hogy amikor úgy érzem, beszélni szeretnék veled, eljövök ide és írok az üzenőfaladra. Szinte olyan érzés, mintha a küldés megnyomásakor az, amit írok, azonnal elindulna a menn felé. Az ember eltűnődik, hogy a jövőben vajon lesznek-e ehhez hasonló helyek, sírkövekkel és feliratokkal. Nehéz elképzelni, hogy miért lenne szükség rájuk, ha egyszer az eltávozottakról annyira élő mementó érhető el azonnal a számítógépünk vagy a telefonunk képernyőjén. Amikor fiatalok vagyunk, hajlamosak vagyunk halhatatlannak hinni magunkat. Kit érdekel, ki lát bele az intim pillanatainkba, a bulikba, ki látja, ha elmondja a véleményünket. Kit izgat? Nos, Ray Lemet izgatja. Ahogy Natalie Blanchardt is, Paul Chambers-t, Cameron Riley-t, Anthony Wienert, és persze a vancouveri zavargások résztvevőit is. A listát vég nélkül folytathatjuk. A világ számtalan lakójának a jó híre függ attól, amit a közösségi média mutat róluk. Ha valaki nem szeretne kiállni a város főterére és megafonnal kikiabálni az összes titkát, az internetre se rakja fel őket. Ha valamit nem akarunk nyilvánosságra hozni, ne tegyük közzé az interneten. Ezzel ugyanis olyan cégekre bízzuk az adatainkat, amelyeknek az üzleti modellje nem mindig szolgálja az adatok bizalmas kezelését. Bármi is a Facebook üzleti modellje, láthatóan működik, ezért aztán nekünk kell alkalmazkodnunk a helyzethez. A digitális életstílus az, hogy életünk elég nagy része online zajlik, ilyen játékokhoz fog vezetni. Könnyen lehet, hogy ami a Facebook kapcsán történik, csak a kezdet. A közösségi média következő generációja hamarosan beköltözik az életünkbe, és egy napon a Facebook és a Twitter is olyan elavult lesz, mint a távíró. Nem a Facebook vagy a Twitter fogja megváltoztatni a társadalmat. Inkább csak az üzemanyagot adják a változáshoz. Olyan változást segítenek elő, amely visszafordíthatatlan. De a teljes kifutási ideje még legalább 150 év, és a periódus végén teljesen más világ várja az emberiséget. Narrátor Bertalan Ágnes. Munkatársak: Vas András, Újréti Zsuzsa, Hollósi Péter, Tolnai Zoltán. A magyar változatot az HBO megbízásából az SDI Media Hungary készítette. Produkciós vezető: Szép Erzsébet.